Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Büntető Podcastnek a 8. adása, és a fő témánk most a Community Shield lesz, ami igazából egy órája ért körülbelül véget. Próbáltunk szerezni arzenálos részevőt is, de sajnos ez nem sikerült. Viszont cserébe itt van velem szokás szerint Bruce. Yep. És Bence. Sziasztok! Mi hárman fogjuk most kibeszélni jól a angol szuperkupán történteket. De reméljük, rosszul, hogy lehet kibeszélni valamit. Hát nem tudom, most kötelezőnek éreztem hozzátenni a jól szócskát. Na, hát igazából mivel kezdjük? Mondjuk egy felállás, bár igazából szerintem aki itt érdekelt, az már látta a meccset, úgyhogy... Szerintem nem olyan konkrét összefoglalót fogja a hallgatókat érdekelni, inkább véleményezés. Én azt mondom, hogy nem csak azért, mert Bence a vendég, de ő volt az, aki teljesen függetlenül nézte ezt a mérkőzést, legalábbis nem hiszem, hogy bármilyen szálak is kötnének téged a Chelsea-hez vagy az Arsenalhoz. Szóval te, mint teljesen natív őrült ember, néző, te mit gondolsz a szuperkupa kimeneteléről, magáról a meccsről? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem igazságos az az eredmény, ami született, mármint, hogy az Arsenal nyert, bennük több akarást láttam talán, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de nem volt, tehát, hogy mondjam, ez az 1-0-ás eredmény, ez teljesen reális, az, hogy pont az Arsenal találta, én szerintem az is, de nem tudom, ugye benne volt az, hogy Cseh remekül tudta mondjuk ugye Oscar szabadrúgásánál, hogy hova kell menni. Tehát tényleg, mint a podcast előtt beszéltük, hogy már a szabadrúgás elvégzése előtt elmozdult arra felé. Tehát, hogy tényleg az, hogy egy csapatban játszottak, nagyon sokat segített. Az, hogy pont Oxlade talált egy gólt, vagy nem találta, inkább úgy mondom, hogy bevarta a fölsőbe, az tényleg a szerencse kérdése volt. Nem tudom, nem... tudom azt mondani, hogy most a Chelsea-nek kellett volna nyernie, mert oké, hogy statisztikailag jobb volt a Chelsea, tehát több lövés volt, több labdabirtoklás ilyenek, de akkor is én azt mondom, hogy igazságos eredmény született. Hát akkor köszönjük Bencinek a részvételt. Majd találkozunk egy év múlva. Hát az igazság, hogy szomorúan vallom be, de sajnos így van. Mint Chelsea szurkó is azt kell mondanom, hogy sajnos megérdemelten nyert az Arsenal, és ezúttal is szeretnénk gratulálni nekik. Rajtuk jobban látszott az akarás is, meg nekik volt játékképük, ami a Chelsea-ből hiányzott a mai nap. Én attól féltem, és ezt mi Mátéval is többször is beszéltük, igazából a felkészülési meccseken, hogy látszott a Chelsea-n, hogy valami most nincs, tehát kicsit úgy érzem a csapaton, mintha el lennének kényelmesedve, tehát hogy megnyerték a Premier League-et, és akkor így oké, és most mi legyen. Tehát kicsit úgy érzem, hogy így, hogy nem is igazoltunk, nem jöttek ilyen új kihívások, mert jó, most jött Falco meg Begovic, de aztán ők tényleg nem nagyon érzem. Tehát Falco egy remek játékos, ő ma is bizonyította, csak tényleg néhány utolsó érintés kellett volna neki, meg hát ennyiből még nem lehet rájönni. De Falcót se hiszem, hogy annyira... hű, de nagy benyomással lesz ott arra, hogy Costa játszik, nem Costa játszik, mert szerintem Costa az, hogyha egészséges lesz, mindenképp a kezdőben ott lesz. Begovic meg hát, ha Cseh nem tudta kiszorítani Courtois, akkor Begovic se fogja. Hogy én nem azért szerettem volna új igazolásokat a csapatban, mert hogy annyira oda vagyok azért, hogy a csapat költekezik. Nem is muszáj lett volna mondjuk igazolni, de én annyira megnéztem volna, hogy a felkészülési időszakban összerak két csapatot mondjuk Mourinho, aki mind a három meccsen azt a csapatot játszatja. Tehát, hogyha jó, az első meccsen nem tudtam, mert nem volt ott mindenki, de hogy összerakod volna két csapatot, és akkor azt a két csapatot játszatja, és akkor akik abból jó, abból teszi oda a kommentésére. De az a baj, hogy tehát például a felkészülési szezonban, vagy az időszakban Moses szerintem, aki látta a Chelsea meccsét, a Barca, a PSG, meg a New York Red Bulls ellen, azt látta, hogy Moses szerintem a legjobbja volt a csapatnak végig. Én ezért is említettem, hogy miért az a Ramirez játszik, aki szerintem összesen kapott 15 percet az egész felkészülési szezonban. Hogy... hát nyilván ez az edzés munkán is múlott. Hát jó, csak az a baj, hogy pont én ezért láttam volna használt annak, hogy legalább egy olyan játékos érkezik, aki
rá tud ijeszteni a középpályásokra például, mert most őszintén, hogyha Oscar vagy Hazard, amit én Hazardra ma is kívánom mondani, hogy ha hoz egy olyan közepes formát, amit ma ő hozott, mégis ki fogja őt kiszorítani? Senki, mert mindig tudod, hogy tud egy váratlan hozni, ez okés. De... Ja, hogy nincs rajta nyomás, hogy nincs esetleg rajta kikerült semmi a nyomás. kezdőből. Tehát, tehát egy Cuadrado nem ad rá nyomást, nem is egy poszt. És az a baj, hogy ugyanezt érzem Williamnél, Oscarnál, Maticsnál, Fabregasnál, hogy egyszerűen úgy is tudom, hogy én fogok kezdeni. Ha meg nem én kezdek, akkor meg jövök a fél időben. Szóval... És az a természetesebb, hogy Mourinho ezt tudta is, mert a szezon után közvetlenül lenyilatkozta, hogy mindenhova szeretne egy olyan játékost igazolni, mármint úgy értem a védelem középen, stb., aki kihívás lenne a többieknek, és akkor most hoztunk egy Falcaot, aki jó kihívás, azt aláírom. Hoztunk egy Begovicsot, aki, igen, hát inkább biztosíték Kurtál meg. Középpályára most, hogyha a Kennedy srácot el is tudjuk hozni, aminek nagyon örülnék, mert az nem ítélünk egy meccsből, de azon a Barcelona meccsen jól játszott. Ha a Kennedy-t el tudjuk hozni, akkor sem érzem azt, hogy most Hazard figyeljél, ha a következő meccsen nem játszol 10 per 10-et, akkor Kennedy jön a helyedre, mert ez a... Oké. Hát figyelj, Oscar is így kezdte, jött Brazíliából, aztán megkapta a lehetőséget, és bejátszotta magát a kezdőbe, meg csak a Kennedy szívünkbe. Valami 12 millióért jönne, Oscar meg 39-ért jött. Na jó, hát ez igazából nem jelent azért olyan sokat. Hát lehet, hogyha már azt mondja, gondold bele, anyukád vesz neked egy 900 forintos játékot, és te ne ott anyázzál. Hagyod, és... Jó, akkor ha te mikor... Jó, akkor kivetted neked a játékokat, mikor pici voltál. Hát anya. Na, akkor hogyha édesanyukád, az édesanyád, na szóval anyukád vesz neked egy játékot, ami 900 forintot élsz, és nem játszol vele, de könyörögtél érte, akkor azt fogja mondani, hogy jó, 900 forint, talán megélek vele, hogy a gyerek ott hagyta. Ha anyukád vesz neked 40 ezer forintért valamit, és te nem nyúlsz hozzá havonta, hónapokig, szíjat hasít a hátamból. Lehet, hogy kicsit idegesebb lesz, hogy azért... Lehet. Fiam, ez 40 ezer forintból, szóval én úgy vagyok vele, hogy azért az összegért neki nem a kis padot szánták. Egyébként tudom, mire emlékezhetett a mai Chelsea-s forma? Amikor januárban, meg februárban volt az igazi mély zuhanás, ez most nagyon hülyén hangzott. Én úgy szóval, én nekem amikor, ez a amikor az a motiválatlan játék, kicsit, nem, de jó, nyilván tavaly... a szezon elején azért nem lehet ilyen következés levonni, nyilván nem ez lesz az egész szezon közben, csak kicsit szomorú volt ezt látni. Tavaly szezonban én a második fél évet, ezt én annak, én azt nem motiváltam, ezt nem tudom kimondani, köszönöm, hogy felhoztad. Motiválatlanság? Köszönöm, Bence. Szóval nem úgy láttam a csapatot, hogy az a bizonyos jelző lenne rájuk hatással, hanem én inkább úgy láttam, hogy taktikusok voltak. Tehát ez a... Próbáljunk meg minden meccset biztosra lehozni, és kész. És ami nekem most nagyon feltűnt, az nem tudom, hogy emlékeztek rá, az a klasszikus Villas-Boas-os Chelsea-s játék. Tehát ez a... Fogalmunk sincs, mit csináljunk, de azt csináljuk sokat. Meg drugik előre a labdát ész és nélkül. És hátra bepattan. Aztán, hogyha látjuk, hogy mondjuk középen egy kicsit már mondjuk cselezni kéne valami, akkor inkább adjuk hátra a kapusnak. Tehát ez a... Tehát ez a... Én azt nem értettem, hogy az első perctől fogva annyira erőltette a Chelsea a beadásokat, és annyira fölöslegesen, meg ki fogja befejelni a 3,5 méter magas Koscielny, meg a 2,5 méter magas Mertesacker mellett? Hazard? Hát igen, főleg úgy, hogy Rémi egy csomószor futott ki a szélre. Tehát csomószor igen. Nem a szélső volt indítva, hanem Rémi. Meg ami még ennél is rosszabb, hogy Remi rengetegszer volt lesen. Hát, ja. Remi nem tudom, hogy mi volt vele. Igazából jó, egy meccs volt, de nem tudom. Remi, most sem megkapta Remi... a lehetőséget a kezdőbe, kicsit kezdett volna többet is ezzel. Igen, tehát... Főleg miután lenyilatkozta, hogy szeretne az állandó kezdőcsapatot beküzdeni magát. Jó, hát egy meccs miatt az... Nem hát jó, de jön. Pont az ilyen egy-egy meccsek szokták eldönteni általában Mourinho-nál, tudod, hogy jó, de hogy most ha lőjön este 3-as van egy olyan érzésem, hogy jövő héten akkor is Costa kezdte egészséges, szóval. Ebben viszont van igazság. Viszont beszéljünk egy kicsit az Arzenálról, és ne legyünk nagyon egyoldalúak. Szerintem azért az Arzenálnak most, jó, most ugyanazt el lehet mondani, mint a Chelsea-ről, hogy azért egy meccs alapján nem szabad dönteni, de... Ilyen elég tetszetős játékot játszottak, meg rajtuk látszott az akarás, azért ők igazán éhesek a sikerre. És most, hogy hoppá, szóval most, hogy itt van velük Cseh, vagy ott,
Azért így azért nőttek a bajnoki esélyeik, és én igazából most talán az elmúlt években először van az, hogy azt mondom, hogy tényleg úgymond kicsit félelmetes gárda lett belőlük. Az a baj, én ugyanígy éreztem annál az Arzenálnál, ami úgy nézett ki, hogy Van Persie, Fabregas, Nazri, Adebayor. Tehát az Arzenál sem volt gyenge. Én szerintem az Arzenálnak nem a keretében volt benne az, hogy nem lett bajnok az utóbbi időben, inkább a rengetegszer a bal szerencse, mert tényleg az Sérülések. A rengeteg sérülések sérülésük volt. rengetegszer. Meg nekem nagyon hiányzott az, hogyha jön ez a sérülés, és utána jön egy ilyen mélypont, nem volt sose az a meccsük, ami így ki tudta őket rántani. Tehát ez a megfogni és így felrántani őket. Tehát gondoljatok bele, hogy például tavaly szezonban fel tudom hozni a Chelsea-t, hogy mikor volt ez a Tottenham elleni meccs a Chelsea-nek, hogy Harry Kane úgy döntött, hogy elkezd focizni. És elég szép eredmény lett belőle, 5-2, 5-3 lett, nem? 5-3. Én úgy éreztem, hogyha nem Mourinho van ott, akkor bizony ott a Chelsea szerintem szépen lemenetelt volna egy második, harmadik helyig. Mert emlékezzetek bele, hogy amikor volt a Arsenalnak egy jó időszaka, jött az a rengeteg sérülés, és a United adott nekik egy 8-2-t. Nem tudom, emlékeztek erre. Jó pár évvel ezelőtt volt. Nincs itt senki. Ja, bocsánat, itt vagyok, csak közben van egy kis írogatni valóm. Jó. Szóval volt ez a 8-2-es, és utána az Arzenál elkezdett így lefelé menni, és nem tudom, hogy hol volt az a pont, amikor megtalálták azt a meccset, hogy feljöjjenek, csak az már késő volt. És tehát nekem ez hiányzott az Arzenálban, és most úgy érzem, hogy most talán, hogyha elkerüljük a sérülések az Arzenát, és esetleg belefutnának egy nagy pofonba, akkor is vissza tudnának jönni, mert már van olyan a keretük. Tehát megvan az a tapasztalat. Tehát én nem érzem azt, hogy most ha kikapna az Arzenát, teszem azt a 15. fordulóban mondjuk a Evertontól 6-0-ra, akkor Sanchez azt mondaná a következő meccsen, hogy jó van gyerekek, úgy néz ki, hogy én már nem tudok mit csinálni. Hanem szerintem utána még képesek lennének még többre. És az a baj, hogy most már mindegyik nagyobb csapatban ezt érzem. Tehát tavaly azért volt olyan kényelmes, mert tudtam, hogy teszem azt, hogy a Liverpoolnak még rövid a kerete. A City annak most nincs egyszerűen meg az a motivációt. Folyamatosan arról beszéltek, hogy új edzőjön, új edzőjön. A Unitednek még túlságosan új edzői vannak. Tehát tavaly szó szerint könnyű dolga volt a Chelsea-nek. Nem volt semmi kihívás. Tehát és most az a baj, hogy végignézek a csapatokon, és úgy vagyok vele, hogy hát talán most fog kijönni igazából, hogy hova való ez a Chelsea. Nem tudom, hogy te hogy látod, Bence, mert úgy néz ki, hogy már itt nem érdekli a podcast. Itt vagyok közel, csak egyébként ehhez annyit fűznék hozzá, hogy az, hogy tavaly marha jól igazolt a Chelsea, az egy sokat hozzátett. Most még van idő, még lehet, hogy csak altat Mourinho ezzel, hogy nem igazol azért még játékos. Főleg, hogy most úgy néz ki, hogy elengedjük azért Cuadrado kezét is, meg ugye Salah is elmegy. Még benne van a pakliba, hogy igazolunk egy bombát igazából, úgyhogy Jó, tehát elmegy az a Cuadrado, meg Salah, akinek ketten együtt talán volt kettő meccsi játéka. Most na azt jó, nem de hiszem. érted, de Mourinho azért nem akart igazolni szélsőt, mert hogy keretileg megvagyunk, hogy minden posztra van elég ember. De Jó, de hogyha akkor ők azt mondom, elmennek, akkor már kevés szélsőnk lesz. egy kevesebb, mint egy hónap maradt az átigazási szezonban. Most mond már nekem egy olyan szélsőt, aki még mozdítható. Pedro. Akit el fog vinni a United. Nem olyan biztos Hét, ez. hét, hét. A United mindenkit megvesz idén De nyáron, nem, úgyhogy. de nem tudom, láttátok-e a videót, hogy Pedrot megállították a Barca drukkerek, és kérdezgették a Unitedról, és kérdezték, hogy marad-e a Barcában, meg beszélt a Unitedról, és így megsiratta a lányt, mert azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy nem. Tehát, mondjuk jó, hát ez is olyan, hogy Ki tudja. lehet, hogy ilyen Fabian Delph reverse eset. Megyek Viszont el, megyek el, megyek el, és marad. amit mondtál, hogy talán most fog kijönni, mit tud ez a Chelsea, ebbe egyetértek. Viszont a keret van olyan fiatal, meg van fejlődő képes, hogy akár olyan, mintha igazoltunk volna játékost. Hap.
Meg azért az, hogy együtt játszik a keret most már azért évek óta, legalábbis a keret magja újra, azért az sokat hozzáad, az is ér annyit, mint egy jó igazolás. Úgyhogy én attól félek, hogyha lenne nekünk egy olyan, hogy mondjuk Hazard az egyik belépőnél nem bír felkelni, és azt mondják neki, hogy 2 hónap, vagy Terry megérzi a korosodást, és azt mondják neki, hogy 2 hónap, vagy mondanám Kostát, de hát Kostának rendszeres a 2 hónap. Tehát, hogyha egy ilyen meghatározó ember kiesne, egy Fabregas, egy Matic, akkor van most már olyan a pad, hogy azt mondanád, hogy oké, talán ez meg ezt helyettesíteni tudja. Ha nem is olyan jól, de legalább nem leszünk olyan rosszak. Hát, ha nem is, de legalább lehetőséget kaphatnak a fiatalok igazi éles helyzetben. Köszi. Biztos nagyon meg Jó, fog hát jó. nyugtatni, hogyha kikapunk 4-0-ra azért, hogy de legalább játszott Loftus-Cheek. Na jó, hát figyelj, nyilván nem, de igazából Fabregas nem az a sérülékeny fajta szerencsére, inkább az eltiltásokkal kell vigyáznia. Hát, jó. Meg Matic is kőből van, úgy néz ki, úgyhogy Hát Matic jó, is hát nyilván tavaly nem két vagyok olyan meccset vett ki, mind a magabiztos, kettőnk mint kikaptunk. tavaly ilyenkor. Tavaly ilyenkor sokkal jobban éreztem, mert akkor úgy éreztem, hogy megnyerjük a bajnokságot, és az be is jött. Úgyhogy hát nem mondom, hogy egy jós vagyok, de azért ott jobban látszott az, hogy egybeállt a csapat. Most az, hogy igazából nem igazoltunk semmi létfontosságot még, hát nem tudom, hogy ez mit vetít előre. Én mondjuk bízok benne, hogy Mourinho marad, és kitalál mindig valamit. Banci. Hát nem tudom, szerintem az lesz a legnagyobb fegyvertény a Chelsea-nél, és ezért tartom még mindig a Chelsea-t legnagyobb bajnok esélyesnek, hogy egybe maradt a csapat legjava. Sőt, igazából nem tudom most, hogy a Community Shield line-upot látom. Nem tudom, talán Remy az, aki nem 2-3 éve legalább ott van, jó, meg Fabregas azt hiszem tavaly bent. Na. Ezekkel sose vagyok jó. Tehát, hogy aki nem játszott annyit a Chelsea-ben. Tehát Remy, meg Fabregas, Remy, Fabregas, Costa, Quadrado, Zuma. Hát azért elég sok a friss Igen, igazolás, tehát és ők ami tavaly tavaly nyáron vagy érkeztek. most januárban érkezett. Jó, de, tehát, hogy aki tavaly nyári, vagy úgy mondom, hogy akkor legalább fél évet ott volt, azt én már nem számítom annyira Nem, újnak, nincs. és mivel Faka így kívül nincsen. egybe maradt a csapat, ez sokkal többet jelenthet, mint mondjuk, vegyük ugye a United-et, akik ugye nem kevés játékost igazoltak, és úgy látszik, hogy azokat meg a kezdőbe. És ez az összeszokatlanság lehet az elején döntő, mert Hát igen. nálunk Liverpool szurkolók körben folyton azt beszéljük, hogy folyton ott rontjuk el a szezonunkat, hogy a kötelezőket nem tudjuk lehozni, mert a nagy meccsekre felszívta magát a csapat, jó, kikapunk mondjuk 2-1-re, de akkor is úgy játszunk, ahogyan az elvárható egy Liverpooltól. De vannak kisebb vagy közép csapatok, beleszaladunk egy Stoke-ba, és kapunk egy akkora pofont, hogy a stadion mind a négy sarka ad még De egyet. pont ezt tudom mondani, ezt, amit mondtam, hogy most a Liverpool kikapott tavaly a Stoke ellen. Most gondold el, hogyha a Liverpool abban az időszakban első lett volna, és mondjuk az januárban van. A tavalyi Liverpool, én nem éreztem volna annak, hogy fel tudott volna állni abból. Én szerintem az akkora pofon lett volna, hogy azt Rodgers nem húzza vissza. És Hát most, igen. és ezt tavaly éreztem az Arsenalon, a United-en, a City-n, egyedül a Chelsea-n nem. Mert a Chelsea-ben láttam azt a magabiztosságot. És ebben az évben az a baj, ezt már láttam az összes felsorolt csapaton. Hogy most már látom rajtuk, hogy okés, Hát lehet, azért hogy... még nagyon korai ilyet kimondani szerintem. A Hát City de hogyha szerintem nem lesz végignézzük a sokkal listát. előrébb ilyen téren. A City, én szerintem a Citynek most fog eljönni az az időszak, ami már rég kiérett nekik, hogy lejár a szavatossága azoknak az áruknak, amiket megvettek egy jó pár évvel ezelőtt, és nem tudnak mit csinálni. Tehát szerintem a City... Nem tudom, hogy hanyadik helyre mondtam őket a tippemnél, ha tippeltük, de én szerintem most a City, ha csak valamit nem újítanak, vagy valami nem történik, nem fog odaférni a top 4-be. Hogyha a Liverpool Ámen. tud hozni egy jó formát. Hát igen, csak túl sok a ha. De úgy visszatérve erre, hogy a fog meg ebből fölállni, én azt érzem, hogy a csapat, tehát az igazolásokban van a kulcs, hogy milyen vezérfigurákat hoztak ezek a csapatok, akik képesek egy csapatot fölrántani a semmiből. A Liverpoolból elment Gerrard, aki klasszikusan ez az ember volt, és most lehet, hogy sokan furcsán fognak rám nézni, de jött egy James Milner. És nem véletlen, nem tudom pontosan már, hogy be lett-e jelentve vagy nem, de nagyon sok helyen az volt olvasható, hogy Milner lesz a második számú kapitány.
úgy, hogy ő most érkezett a csapathoz. Milnernek is van egy olyan karaktere, Rogers-t idézzem, tehát tényleg Milner egy olyan karakter, aki képes a semmiből felrántani egy csapatot. És benne is ott van az, hogy lehet, hogy egész meccsen lapos, aztán egyszer gondol egyet, és ugye mivel a fizikalitása megvan, végig fut, föllök mindenkit a francba, és bevágja a labdát. Milyen Tehát, nekem hogy... egy kicsit olyan, mint egy csendes Rooney, csak másik pozíción. Mozgása, igen. Ugyan... Milner igazából bármilyen poszton bevethető a kapuson kívül. Hát, vagy még csak nem láttuk kapusnak. Már ez is volt már kapus, igaz edzésen, de meg a VB-n, zárójelbe zár. Igen. Azért rossz egyébként ennyire előre gondolkodni, mert ugye azért éles helyzetben nem láttuk még ezeket a csapatokat úgy igazából. Jó, igazából most volt az első a Chelsea-nek, de hát igazából ez a kupa olyan, ezt ugye mondtam nektek, lehet ez csak én vagyok így, de ez a kupa, az ilyen szuperkupák, hogy európai szuperkupa, angol szuperkupa, meg stb. Ezek csak annak fontos, aki megnyeri igazából. Hát nem tudom, szerintem, tehát a házi kupákra azokat megértem, tehát az angol szuperkupa, stb. De ugye van ez az európai szuperkupa, azt szerintem nem, mert ugye az már nem nagyon évelején van, az már bent van egy kicsit, azt hiszem, mikor van a szuperkupa, az egy kicsit bentebb van, nem? Hát azt hiszem egy hét különbség van a kettő között, tehát most lesz az is augusztusban közepe fel. Nem. Igen, a klub VB van bent decemberben, akkor lehet, nem tudom, hogy nekem az európai szuperkupa az mindig olyan volt, hogy szerintem az... Azt nem tudja az ember csak elhitetni, hogy az csak egy kis kupa. Tehát azt úgy érzem, hogy... Hát azért egy meccses kupák igazából, most nézd, igazából ez tényleg ilyen 50-50 százalék nagyjából, akár ki játszik akárkivel. Mert csak egy meccset kell jól játszanod. Így van, és akkor van egy kupa a zsebedbe. Szóval azért ezek olyanok, hogy nyilván jól mutat egy trófeaszekrénybe, meg jó elmondani, hogy megnyerted, de hogyha nem nyered meg se olyan nagy dolog, hogy most szétbőgör a zsebkendődet. De ez oké, de minden kupa döntőt egy meccset játszanak. Na jó, de a legtöbb kupa döntőt megelőzi mondjuk 20 meccs. Vagy... Jó, de gondolj, hogy milyen kupa az, amiben nincs kiesési időszak. És lehet, hogy tehát vannak, ez klasszikusan is most pont a Liverpool jutott eszembe, hogy vannak ezek a csapatok, akik bajnokságban szörnyűek, jó, tehát idézőjelesen szörnyűek, meg vannak azok, akik viszont a kupában ott gyilkosak, és eszembe jutott a Benitez fajta Liverpool. Na igen, igen, igen. Tehát az volt az, aki a bajnokságban, amikor jött felénk ez a hap, hagyjad már, max lőnek egyet-kettőt, aztán jött velünk a BL-be mindig, és ez a... És akkor ötötök meg ilyen... Jaj ne. és kajak, tehát... De egyébként, amit mondtam, azt nem úgy kell érteni, hogy kisebbítenek, hanem az Arzene érdemét, megérdemlik ezt a kupát, csak nem kell túl reagálni szerintem ezt. Pont ezt akartam mondani, hogy majd meg, azért... Nyilván a csalódottság is beszél belőlem, de én ezt akkor is azt mondanám, ha a Chelsea nyeri. Térjünk már át egy kicsit az Arzenára. Meg úgy átlagban a meccsről még nem beszéltünk, és beszélünk a meccsről, aztán menjünk át az Arzenára, mert az Arzenáról még az eszembe mindig nem beszélünk mindenről, csak arra nem, ami fő témánk. Amit igazából ezen a meccsen láttam, az az, hogy... Tehát ami nekem úgymond csalódás azzal szemben, amit most így a média ugye kiad a meccsről, azoknak, akik például nem látták, hogy most mindenki azt hiszi, hogy az Arzenál feltörte a Chelsea buszt, tudod. És én azt vettem észre, hogy és ez most lehet, hogy csak a Chelsea is szól belőlem, vagy nem tudom, de a második fél időben azt csinálta az Arzenál, amit mi csinálunk minden egyes alkalommal, amikor megszerezzük az előnyt, ugyanazt. És egyszerűen senki nem hozza fel. Annyira igen, nem érdekli az is. Embereket. Igen, annyira nem fura, érdekli. Fura, egyébként most gyakorlatilag ők is klasszikus buszozást csinálták. Mourinho-n kívül senki nem hozza fel ezt egyik hozzá. Épp az, hogy Mourinho is felhozta, és akkor őt röhögnek rajta, hogy ha, pont te mondod. Igen, mert hogy ha más csinálja és nyer, akkor nem számít. De nem is az, hogy nem számít. Hogy, és a másik meg az, hogy ugye mondják, hogy... Tehát ez, aki nem látja a meccset, látja, hogy 1-0-ra nyert az Arzenál. Aztán mondjuk ránéz a statisztikákra, és az a baj, hogy ebbe a meccsbe ebbe nem egy, tehát mondtátok valamikőtök, hogy ez 1-0, és ez az Arzenál is, meg a Chelsea is megnyerte volna több gollal. Hát nem tudom, mind a hárman láttuk a meccset, csak eszembe jut a Ramirez fejese, amit nem tudom hova fejelt, eszembe jut a Hazardnak a helyzete, amit kilőtt az atmoszférába,
és ott volt És egy akkor a pár túloldalon is, méter, amikor és akkor Ramsey menjünk át a lerakozik túloldalon, Cazorlának, amikor Cazorla belefutott Courtois-ba, utána akkor ott Ramsey volt a, nyesése egyből. igen, a Ramsey-nek a nyesése, akkor ott volt az első félidőben az, amikor Ivanovic meg Cahill összeütközött, és neki ment a kapufának, de hogy ott jól veszi át Chamberlain, akkor valószínűleg az is gól. Rengeteg olyan nagy helyzet volt a meccsen, hogy ez egy meccs simán lehetett volna egy 3-3, egy 4-3, vagy hasonló. Tehát, hogy én ezért nem szeretem, hogyha ezért vagyok ellenzéke annak, hogy vannak ezek a troll oldalak, és nem azért, mert én is elnevetek rajtuk, de hogy tényleg most az ember nem látja, és ilyen kicsit olyan negatív véleménnyel jönnek ki a csapatokról. Tehát most ez a most a Premier League pont arra lenne szüksége, hogy legyen valami olyan szezon, ami tele van jó meccsekkel. Mert most ugye mindenki azt mondja, hogy milyen unalmas a Premier League, meg milyen gyengébbek a csapatok a tavalyi szezon miatt. És én úgy éreztem, hogy ez a meccs is olyan volt, hogy lehet, hogy csak mi élveztük azok, akik szurkolnak valamelyik csapatnak, de szerintem ez nem volt egy rossz meccs. Szerintem ez egy jó meccs volt, ez egy kupa döntőnek felér. És azt hiányzik, hogy ezt valaki elismerje. Valaki, aki semleges. Tehát úgy értem, hogy nem néz Premier League-et, és ezt nem érzem. Én bocsánat, hogy belevágok, csak most vettem észre, hogy egy elég nagy bakiztam az adás elején igazából, ez még csak a 7. adás, nem a 8., kicsit előre siettem. Hát, jó. Sajnálom. Nem kellett volna szólni, hogy gyorsan fölveszünk még egyet. Ja. Ja, végül is még előre kezdhetjük. Hát, mert ugye BL adás még be volt szervezve, csak hát... Ja. Majd a szezon közben. Amikor már tudjuk a csoportokat. Na mindegy. De visszatérve erre, hogy ti hogy látjátok? Szerintetek is keveset beszélnek az emberek az ilyen meccsekről? Mindig csak a végeredményt nézik, aztán megjönnek a poénok róla? Hát ebben érzek igazságot. Mert az a baj, hogy sajnos a Premier League egyre kevesebb az olyan meccs, amire azt mondja az ember, hogy fú, erre tényleg olyan jó emlékezni, meg erről biztos beszélni fogunk 5 év múlva is. Nem is De tudom, most... most az elmúlt 4 évből mondjuk, most nem tudom miért 4-et mondtam, legyen mondjuk 4 év, ami mondja egy meccset, amire biztos emlékezni fogsz. És Az a mondjuk nem lényeg, az eredmény miatt, hanem mondjuk mert olyan jó volt maga a meccs. hogy millió ilyen meccs van, csak ezeket én hiába mondom, mert van egy olyan érzésem, hogy a hallgatók között, akik testem azt nem nézik olyan rendszeresen a Premier League-et, mint mi az azt fogja mondani, hogy jaj, hát annak a meccsnek a vége csak 1-0 lett. És... Ja, hát igen. Az a baj, sokszor az eredmény nem tükrözi azt, amit lát, ami maga Igen. a játék, és hogy oké, hogy nekem, én helyenként bealudtam volna ebbe a Community Shield meccsbe, ugyanakkor tényleg, hogy lehetett volna 6 gólos meccs is akár. És tényleg az emberek, mit tudom én, most a troll oldalaknál maradva, meglátják, hogy 1-0 beparkolták a busz, meg ilyenek, és hogy Mourinho ezen sír, idézőjelben mondva, de attól függetlenül tényleg most így a statisztikákat megnézve nem volt nagy különbség a két csapat között. Nem, egyáltalán nem. Én ezzel mondom, Egyáltalán hogy ez egy kiegyensúlyozott meccs volt, ez egy kupa döntő volt, és egyszerűen ez senki nem veszi észre, nem törődik el senki. És hogyha most, és most nem azért, tehát hogyha valaki La Ligát néz, félre ne értse, semmi baj nincs ezzel a bajnoksággal, de most, hogyha a Barca meg a Real lenyomott volna egy 0-0-ás El Clasicot úgy, hogy egyetlen egy kapura lövés volt a meccsen, 2 hétig menne róla minden. Hogy de a 70. percben csinált egy akkora cselet Rakitic, hogy beszarás, ez a meccs meg lehetett volna 4 is, és azt mondják, hogy meh, meh. Vagy igazából ez a ott volt meccs. tegnap a Bayern Wolfsburg, az is egy remek meccs volt. Senki nem beszél róla, csak ó, Bentner, Bentner. Na jó, igen, de hát Tehát... igazából azért, mert Bennernek körül van egy ilyen, ez a Lord mítosz, Igen, ami de egy épp ez kicsit az, hogy ilyen ezek a poén. dolgok szerintem annyi... Én is röhögök rajtuk, én is felszoktam mondani, de szerintem ez a dolog elrontja magán... Tehát, mikor látom a 10 éves gyerekeket oda kommentelni valamit, tehát, hogy egy 10 éves gyerek oda kommentel a Liverpoolhoz, hogy a Google Chrome meg a Liverpool, vagy a History Channel meg a Liverpool rokonok, mert hogy csak a történelmük van. De honnan tudod, mikor 10 éve azt se tudod, hogy mi a foci, vagy oda kommentel a Unitedhez, hogy be akarják vásárolni az egész világot, vagy a Chelseahez, hogy plastik Na jó, szurkolók hát de félze vannak. a rossz indulat, ez De nem ezekből csak van már korosztály több. függő, meg nem csak szurkoló függő, Jó, ezt csak tudod, ez mindenhol jelen van az életben. úgyhogy Ha teszem valami nem azt, tetszik, akkor rosszat kell róla mondani, és kész, nem lehet csak elmenni mellette. hogy választ mai világ, vagy mostanában egy srác csapatot? Meg amelyik hogy vá... sikeres.
És hogy választottál 10 évvel Vagy ezelőtt? akinek a haverjai, vagy a szülői szurkolnak. Én ennek pont ilyen nagyon ellentét vagyok több fronton is, mert én a Liverpoolnak a BL döntő előtt az Olympiakos meccs, tehát a Gerard Olya Beauty az a meccs után kezdtem el így követni a Liverpoolt, és a BL döntő után szerettem meg, tehát mondhatni, hogy én is pasztiként kezdtem, csak hogy akkor volt még egy olyan, hogy ott is ragadt az ember annál a csapatnál. Most pedig egy csomószor lehet azt látni, hogy mit tudom én, eladnám a Chelsea mezemet, mert most éppen a City volt sikeres, és hogy én De most hát a nekünk Citynek ezt nem akarok mond, szurkolni. mondjuk akkor még Máté nem volt tagja a csoportnak, de volt nálunk egy srác, akinek még a nevére is emlékszek. Egyszerűen... Nem mond ki. De nem mondom ki. Hívjuk csak úgy, hogy Peti, amúgy nem úgy hívták. Legyen Hívjuk úgy, hogy Béla. Peti. Ja, legyen és Béla. Petike, Béla Peti, ő amióta megalakult a csoport, az a top 10, az a 10 tagban volt, és ez a csoport az akkor alakult, mielőtt még Villas Boas aláért a Chelsea-hez. És amikor ott Villas Boas elkezdődött a Chelsea-nek egy rosszabb időszaka, Peti, meg Béla, Peti és Béla együtt igen kritikusak voltak, nagyon kritikusak voltak. Aztán, amikor jött Di Matteo, ugye váltottad, és megnyertük a Bélát, akkor Peti meg faszom jó, a Peti, ő nagyon-nagyon örült neki, Peti kegyetlenül örült neki, Peti ő magára akarta tetováltatni. Aztán jött a következő szezon, a Di Matteo-s, egy kicsit gyengébb, meg ugye jött Benitez, és Peti kiírta a csoportba, hogy ő úgy döntött a barátaival, hogy inkább City Drucker lesz. és City Drucker lett, kirúgtuk a csoportba, és Peti egy jó pár héttel ezelőtt visszatért az oldalunkra, imád a Barcelona mezben. Szóval, és ez a baj, hogy nem csak a játékosok nem lojálisak már, én úgy érzem, hanem már a szurkolók se annyira. Hát figyelj, egyébként szokták mondani, hogy egy férfi egyszer választ csapatot, ők hát nem érzik magukat férfinak, vagy hát nem túl jó, de ez is férfiasak. Olyan, hogy... De ez most ennyi hozzal egy döntést, hogy ennek a csapatnak fog szurkolni, és akkor annak azért van egy kis súlya, mert... És tök mi történik az a csapattal, lehet, hogy a következő 10 évben hót sikertelen lesz, de utána akkor már vállad, mert egyszer már kimondtad, és akkor már, ha kiraksz Facebookra képeket, meg elkezdesz egy csoportba mondani, hogy te így, úgy, mennyire szereted, akkor utána már azért ez nem illik azért visszavonni, mert akkor ezek szerint hazudtál végig. Hát pont ugye, én is úgy mondom elkönyvet, mert ugye már az én sztorimról beszéltünk milliószor, hogy én ugye a Juventust azt a kicsit hamarabb szereztem meg, mint a Chelsea, de a Chelsea csak akkor szerettem meg, amikor kezdődött ez a hű de nagy időszak, tehát még Abramovich előtt kedveltem meg őket. Én is ott hagytam úgymond a Juventus, de mai napig nem bírnám ki, hogyha leülök megnézni egy Juventus Milánt és a Juventus volt, hogy ne tudjak egy kicsit felugrani, és ez a... Igen. Meg a BL döntőben is úgy voltam, mint valami, mint a Chelsea játszatón, hogy rágtam a körmet, hogy na gyerünk, pedig nem követem már úgy a Juvét. De egyszer én még így nőttem fel, hogy én nem tudok arról lemondani, aminek valamit megkedveltem. Hát meg azért mi már elég sok energiát belefektettünk, jó, még nem azt akarom mondani a csapatba, de hogy a körülötte lévő rajongásba. Fú, az a sok tévé előtt ülés. Ja, hát hát de fi, az elmúlt 10 év, az ember belegondol, az sok áldozatot hoz úgymond egy ilyen rajongás. Hát már a nekem már na jó, hát ne érted, mondjuk aki mondjuk egy buli helyett mondjuk otthon marad megnézni egy meccset, az is valamilyen szintű áldozat, vagy mondjuk nem a barátnővel találkozik, hanem csak 3 órával később. Kilobja a barátnővel bejelentőben. Hát ennyi. Prioritásoknak a helyén persze kell lenni. Ez a klasszikus pont, de látod, most a trollfutballt fel tudom hozni, ez a, azt kérdezte, hogy foci vagy én néha hiányzik. Ja, igen. Amúgy így visszatér áldozat, tehát hogy ugyanez most, ha ilyen nagyon kicsi magyar kitekintés, hogy valaki, egy hülye ember, aki jelen van, és nem nevezem meg magamat, szóval hogy 3 órát képes egy vonaton utazni, azért, hogy elmenjen vidékre, és utána lássa, hogy kikap a csapata, de egyszerűen ez a, tehát, hogy ez a focinak a szépsége, mondhatni. Igen. Tehát hogy ez benne van az de egészben. Ez pont eszembe jutott arról, még amikor ugye régen volt, hogy emlékszem, hogy még amikor én a Chelsea-nek elkezdtem szurkolni, ugye én nagyapám sok meccset néztem, és ő az NBA-et rengeteget nézte, és akkor az Alaegerszeg milyen jó kis csapat volt. És egyből elkezdte nekik szurkolni. És nem, azt mondja, hogy mennyi szurkoló volt akkor az Alaegerszegnek, hogy akkor mentek ők is a BL-be, akkor volt azon egy United elleni koplárom, Béla király, stb. És emlékszem, hogy akkoriban annyira láttam, hogy az emberek ilyen zetemezben mennek, tehát bementem Miskolcra,
sehol nem volt a Diózsa, mindenki ZMS-ben volt. És manapság hol vannak például ezek a trukkolók, de trukkolók, ezek a szurkolók meg drukkerek egybe. Szóval Ami szurkolók, van hogy ilyen, hogy ők drukkoló, nem? Vagy ez... ezekbe is így eltűnnek, tehát nem tudom megérteni, hogyha te 2002-ben szeretted azt a csapatot, akkor miért nem tudod 2012-ben is azt szeretni, tehát meguntam, mert nem nyertek, hát jó, és... Hát igen, ez az, hogy mert nekem van ismerősöm, aki mondjuk a West Hamnek szurkol. Na, mondjuk West Ham Nekem is van szurkol, veszte. Szerintem ugyanaz az és ugyanarról beszélünk, ismerősünk. igen. Igen. És szóval most érted, West Ham szurkolónak lenni, hát nem egy kifizetődő dolog olyan sikeresség terén, de mégis lehet, hogy Ha pont azért, valahogy mert viszonylag ide jut sikertelen Csabi a csapat. podcast-et üdvözöllünk. Ja, igen, hogy esetleg hallgatod, akkor puszi a pocidra. Kétlem. Szóval, hát igen, na mindegy, szóval, hogy egyébként egy ilyen kis csapatnak szurkolni, talán pont azért jobb is, mint nagy csapatnak, mondom úgy, hogy Chelsea-nek szurkolok, mert azért ők viszonylag sikertelenek, és az a kis sikerek is lehet, hogy többet jelentenek nekik, mint mondjuk nekünk, amikor bajnokságot nyerünk, jó, hát nyilván nem így van, de azért nekik a kisebb, ami nekünk kis öröm, az nekik azért jobban felértékelődik. Komolyan mondom, én rendesen élveztem azt, amikor a Wigan megnyerte az FA kupát. És Ja, igen, ez nekem is pont akkor szimpatikus volt volt. az, amikor leestek a másodosztályba. Az annyira őszinte öröm volt ott Meg mindenkitől. amikor a Porzus megnyerte, és egyből csődbe mentek még abba a Igen. szezonba. Igen. Ezek az szimpatikusak az ilyen dolgok, persze. De Hát hát ez igazából minden futball szerető ember ez ugyanolyan, kicsit örül, amikor a amikor a... Zenit az UEFA kupába elkezdett menetelni, és kiverték a Bayern-t, stb. Stb. Meg mást is. Meg mást is. Hát akkor azt hiszem, hogy a Community Shield-ről keveset beszéltünk, de elintéztünk. Az Arzenalról akartunk beszélni, de akarunk róluk még többet mondani? Hát figyelj, igazából annyit szerettem volna még hozzátenni, hogy rajtuk viszont látszik, hogy rájuk férne még egy jó csatár, ami igazából a hírek szerint képbe is van, hogy rajta vannak az ügyön. Igazából rájuk tényleg ráfér egy csatár, mert Giroud egy elég jó csatár. Nem mondom, hogy klasszis, de remek játékos. Viszont látszik, hogy nélkül azért kicsit a csatárjáték megáll. Beállt, és egyből volt két elég nagy helyzete. És azért az egész meccsen talán nem volt... Na jó, nyilván a gólon kívül nem tudok kialakítani ennyire gólveszélyes helyzetet talán. Hát ott a végén azért ott Na jó, felzorlálnak de ott otthon. már kb. A Chelsea kb. Úgy volt, hogy menjünk már haza. Ja igen, itt van, ezt pont néztem is, hogy Giroud három, de neki három kapura lövése volt, ami több, mint bármelyik Arzenál játékosnak, és mindezt ugye úgy, hogy csak egy fél időt játszott. Én hatalmas rajongója vagyok a fan tévéknek YouTube-on. Tehát amikor meccs után ott vannak a bizonyos szurkolók, és legyen az Arzenál Liverpool Chelsea, tök minden megnézem. Főleg, hogyha látom, hogy olyan ember van. És van az Arzenák, ez a klasszikus szurkoló, ez akit láttak rengetegszer képigen, ez a öreg ember, hosszú őszhaj, izé van a fején, mi az? Kendő, a viking kendő, sávó? Igen, a viking, ő. És neki van olyan megszólás, és pont ő volt, tehát ez a klasszikus, hogy mondta, hogy minek van izé, csenek a fején, ez a hülye sisak, ez az ember az nem normál, és aztán most volt vele egy interjú, és akkor ó, cseh, az egy remek kapus, vagy Ja, tudja persze, micsoda. egyből. És neki volt egy olyan a Zsirudról, hogy mondta, hogy Zsirud egy tökéletes modell, de focistának nem jó. És amúgy tényleg, hát nem tudom, hogy az Arzenál igazol egy olyan csatát, aki gólt is tud lőni, akkor onnantól kezdve... Hát az a Zsiru se Nem spórol mondom, hogy azért rossz annyira csatát. gólokkal. Azért azt hiszem múlt szezonban is 15 gólt lőtt. Vagy kevesebbet? Akkor Igen, mondjuk csak úgy, hogyha hogy tudnának még valakit hozni. Amit Zsiru belő, azt egy másik csatár is belőné. Az Benner is belőné. De amiket Zsiru kihagy, azokat a pályázatokat, azokat egy klasszisabb csatár belőné. Ja, igen, és erre gondoltam, hogyha hoznak még valakit, aki legalább ennyit hoz, még Zsiru mellé, tehát mondjuk tényleg ő is egy 15-öt meglőne, akkor már sokkal előrébb lennének, és lehet, hogy az az örök negyedik hely nem örök negyedik lenne. Hát ami most már igazából harmadik. Most már nem lehet semmit mondani az Arzenálra, ezért rossz, hogy nincs itt az Arzenálos srác, akit akartunk, mert nem lehet semmit mondani. Nem igen, mondhatjuk igen. azt, hogy nem nyertetek semmit, mert már folyamatosan nyerik az FA kupákat. Jó, nem nem is csak mondhatjuk, azért hogy... hívtuk volna be, Persze. hogy cseszegessük, csak hát igazából jó lett volna, mert igazából így nehéz beszélni az Arzenál, hogy nincs úgymond Majd lehet, hogy visszatérünk, egy de belső szerintem a szempont. srácok nyitottak voltak rá, akikkel mi beszélni szeretünk. De esetleg, hogy a hallgatók között tudjuk, hogy United Drucker van, olvassuk a kommentjeidet. Majd Sőt, már fel egyszer. is vettük egyébként, én És fel közben is felvettem vettük, vele a igen. kapcsolatot. Szóval, hogyha ugyanígy valaki érzi, hogy egy-két adásra beugorna és így elmondaná a véleményét, feel free.
Nem Főleg, harapunk. hogy most azért jön a szezon, most már szeretnénk szinte minden fordulóról beszélni, szóval Persze. ránk fog férni, hogy többen legyünk. Ja. Na srácok, hát úgy érzem azért majdnem beszéltünk mindenről, amiről akartunk, kivéve a kamütösíről elég keveset. Ibrahimovic Galatasaray. Nem mondod? Nem, csak van Twitteren trendingen reggel 8 óta egy olyan, hogy Galatasaray set for Ibra, vagy valami ilyesmi, és képeket csinálnak Ibrahimovicsra Galatasaray mezben, meg ilyen izéket. Nem tudom, mi indította ki, fogalmam sincs, hogy van ezért, de mit szólnátok hozzá? Hát igazából nem lepődnék meg annyira. Szerintem ott, főleg a Törökországban rohadt fanatikusak a szurkolók, ott megint egy istenként kezelnék őt, és szerintem ez az, ami igazából neki a legjobban szüksége van, hogy ahova ő megy, ott ő legyen a arc. Az arc. Ez biztos, hogy ott középpontban lenne. Mit Tehát, hogy szólnál? ott Most így nincs érdekes. gondolkozom már olyan játékosokba, akik tudod, hogy nem fognak odajutni a csapatodba. Most ez még egy rövid topik. Ezt minden hétben a végén felhozhatnánk, vagy csak egy-két adásban. Ez most ilyen hirtelen jutott eszembe egy Ibráról, hogy gondolj már olyan játékosokra, akikre olyan kicsi az esély, hogy látni fogod valaha a csapatodba, de milyen hatás hozna rá, és te mit szólnál hozzá? És most nem ugrunk bele egyből Ronaldóról, mert messzibe, most De akkor mondunk ilyen várjál, Ibrá. akkor várjál, de akkor viszont akkor csináljuk úgy, hogy egymásnak mondunk, mert hogyha te találsz ki, akkor nem olyan vicces, akkor mondjuk mit tudom én mondom mondjuk Patriknak, hogy milyen lenne a Balotelli, mint Aki a Bence? Liverpoolban, nem, nem. Ja, tényleg, bocsánat, Bence, ne Nem tudjuk, mi a neved, mert haragudj. az a Ezek neve, a hogy én vagyok Liverpoolosok olyan Pika. egyformák. Ezek a Liverpoolosok, ezek tisztára ugyanúgy néznek ki. Na szóval ne haragudj, szóval mi lenne, ha, mit tudom én, tényleg mi lenne, ha Ibrahimovic a Liverpoolba igazolna? Úristen. Ennyire? Nem tudom, én sosem kedveltem Ibrát, tehát hogy nekem ez így nem egy annyira jó dolog, de az biztos, hogy dobna a csapaton. Csak ugye az a kérdés, hogy egy ilyen teamwork-centrikus csapatban mennyire lenne jó egy egós, szólóbb játékos. Ugye láthattuk, hogy Balotelli-nél ez nem igazán vált be. Szóval, hogy tényleg, No, de nem tudom. Balotelli nincs mondjuk Ibra szintjén, semmilyen Jó, szinten. az más kérdés. Arc De tehát, szinten hogy sem. maga az a játék stílus, az az egósabb játék stílust képviselve, ez nem igazán sikerült jól neki. És így a csapatnak. De tehát a lőtt gólok számában biztos, hogy dobna a csapaton. Csak kérdés az, hogy így az összhang meg a csapat játékával mi lenne, szerintem az arra meg negatív hatással lenne. Na akkor viszont mondj Bence te egyet mondjuk Bruce-nak, hogy valami lehetetlen játékost a Chelsea-be. Csú, te jó Isten! Nem jut eszembe senki. Szerintem ő jó lenne. Isten? Nem tudom, ki van, De de hát ő majd. már a padon ül. Jaj. Nem, nekem, én emlékszem, amíg Bence kitalálja, nekem volt, amikor volt ez a nagy Messi dolog, emlékeztek-e rá, hogy Instagramon bekövette a Chelsea-t, meg stb. Stb. Ja, persze. Akkor csináltam egy olyan blogposztot, csak nem publikáltam, hogy a nap, amikor a nap, amikor Chelsea Messi-hez igazol, tehát a nap, amikor Messi a Chelsea-hez igazol, és így leírtam ilyen órákba, csak nem publikáltam, pedig nagyon tetszett, csak valamiért úgy éreztem, hogy fölösleges. Tehát így odaírtam, hogy 17 óra 00 Messi átesik az orvosin a Chelsea-nél. 17 óra 15 perc a Chelsea Facebook oldala 3,5 millió rajongóval nő. És így elkezdtem levezetni. És ott volt a végén, hogy 2016 Messi még mindig csak 5 gólos a Premier League-ben köztem. És így levezettem, és nem tudom, én nem tudom. De Tehát tényleg nem. egyébként, ha már ez feljött, egyébként Messi vajon hogy teljesítene a Premier League-ben? Azért jó, nyilván nem 5 gólt rúgna, de szerintem azért azt a szintet nem tudná hozni Spanyolországba. Hát ilyen idős, de még nem tudom, hogy hűte idős Meg lenne, mondjuk de... attól is függ, hogy melyik csapatba menne, mert mondjuk mennyire tudnának vele összeszokni, meg összejátszani a csapattársa, mert az a Barcelona az a rohadt nagy előnye, hogy gyerekkora óta ott van, és köré épül a csapat Az szinte. a baj, hogy ha 2008-ban azt mondja nekem valaki, hogy ha Messi a Premier League-ben jön, akkor mit tudna csinálni, azt mondom, hogy semmit. De a mai Premier League már nem az a Premier League, ami 2008-ban volt. Tehát most már mi is kezdünk a fizikumról leszokni, és ez gondold arra, hogy olyan játékosok vezetik ezeket folyamatosan, mint Sanchez, Hazard, stb. Stb. Tehát már nem az a Lampard, stb. Tipikus Gerrard, meg ilyen játékosok vannak ott a top az élén az egésznek, hanem az ilyen stílusos játékosok. És szerintem, ha most jönné ide Messi, akkor
Lehet, hogy kevesebb gólt lőne, de szerintem ugyanolyan hatással lenne, mint a Barszára, hogyha olyan csapatba megy. De most, hogyha elmenne egy... Stóba. Hát jó, a Stoke biztos. Tehát elmenne mondjuk egy Tottenhambe, ott nem biztos, hogy ugyanolyan hatással lenne rá. De ha eljönne egy Unitedbe, egy Chelseabe, stb., ott szerintem ugyanúgy vezérszerepet magára tenni. Újabb téma, megint most eszembe a Stokes-ről eszembe egyébként. Bojan Krikic-e mi van? Én Maradt, róla... és még jött is mellé a feláj. Komolyan? Uh-huh. És mert egyébként nagyon eltűnt Krikic azért tőle, meg is sokat vártak az emberek, és sérült nem volt. Sérült volt? Ja. Yeah. Akkor úgy nehéz jól játszani. Na Bence, van még ilyen ember, vagy majd a következő legyen adás? Krauts. Csak mert. Úgy, hogy csak mert. Nem jutott most jobb. Na, ez tényleg elég lehetetlen. Ez aztán, hát Krauts szerintem magasságon kívül sok mindent nem dobna a kispadon. nem tudom. Bár még Krauts azért, azt tegyük hozzá. Hát a irgalmatlan magas, gondolom. De nem úgy értettem, hanem Mikori Krauts, tehát ja. Egy ilyen angol válogatott szintű, aki ollózott gólokat, stb. Igen, a igen, robottáncot igen. Leverte. Igazából szerintem a 2009-es Chelsea-ből pont egy Krauts hiányzott. Mert akkor volt, nem egy 2009-es, 2011-es, mikor Ancelotti-nek a másik szezon, pont egy Krauts hiányzott. Akkor volt az, hogy Bosszinkon meg Cashley-kor rohangáltak a szélén, azt íveltek be. Akkor jaj, van ott egy Krauts, Istenem. Akkor gólkirályt csinálunk belőle. Hát szóval... Bosszingvának a beadásait Krauts tudta volna lefejelni, de az a baj, így hogy nem tudom. Bosszingvának, én észrevettem Bosszingvának, annyi volt a baj, amikor ide érkezett, akkor ugye benne is volt az év csapatába. Aztán megnőtt a szemöldöke, lenőtt és nem látta, hogy hova kell izelni. Hát, de egyébként tényleg az a csávó, hogy mekkora mély zuhanásba kezdett, tényleg az első szezonjában év csapata, és tényleg aha. Nagyon jól játszott. Akkor mindenki azt mondta, hogy végre be van az utolsó gyenge pontja, és be van fordozva a Chelsea-nek, ami ugye évek óta akkor a jobb hátvéd volt. És akkor a következő szezontól én nem tudom, mi történt ott, de szörnyű volt nézni onnantól kezdve a játékát. Hát amikor a Barca ellen játszottuk az elődöntőt, amit végül ugye meg is nyert a Chelsea, hát akkor, amikor ugye Terryt kiállították, és jött Bosszingba a helyére, én akkor azt mondtam, hogy jó, most veszítettük el a meccset. Az a baj, hogy ezen a meccsen mindenki jó volt. Jó, igen, végül is ő sem rontott rajta sokat, de hát akkor is nem tudom, hogy az a csávó szörnyű volt. Az első szezonját leszámít a persze. Lehet, hogy akkor ezt a témát ezt át kéne dobni a következő adáson, akkor van időnk gondolkozni, össze kéne írni neveket, és akkor elmondani. És nem is muszáj mondjuk a Liverpoolba, de úgy végigmondhatnánk, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha... Tehát itt volt, hogy mondjuk Shaqiri a Stoke-ba. Mit dobna a Stoke-on Shaqiri? Ha dobna, stb. Stb. Még ez egy jó téma, ezt a következő adás végé felé, ezt bedobhatjuk. Végre plusz, hogy csinált valami hasznosat. Végre! De akár ebből lehetne a egy hetedik olyan adás szint, közepén. Transfer pletykák, amiket nagyon hype-oltak, de nem jöttek össze végül. Ilyen mert szerintem az minden csapatnál ilyen, van. Visszanézünk ilyen régebb időkre. Jó van, ezt majd megbeszéljük csoportban. Na jó van, srácok. Hát szerintem ez egy kicsit rövidebb adás lett, mint a többi. Van még, amiről esetleg szívesen beszélnétek, ha már itt összeültünk? Igen. Oké, akkor köszönöm az aktivitást. Hát akkor szerintem köszönjünk is el. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatotok minket. Ez volt a Büntető Podcast 7. adása, és nem 8. Az a következő lesz, és a következő adás már egy Premier League első fordulós adás lesz, amit már nagyon-nagyon várunk, szerintem ez nem csak a maga nevében mondhatom. És akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, szeressetek minket. Sziasztok! Jadi, jadi. Sziasztok! Sziasztok!